Én azt hiszem, hogy magától értetődő egy Esterházy Egyetemen, egy oktatója, miért ne, hogyha ez kutatási témája, kedvenc témája, és ahogy kedves szavaiból kiderült, igen, szemléletet is szeretnék formálni, és elsősorban erre helyezném a hangsúlyt. Mégpedig teszem ezt azért, mert 2005 óta minden fórumon, ahol én föllépek, állandóan hangoztatom azokat a pontatlanságokat, és mindig mindenkit kérek arra, hogy ezeket a pontatlanságokat és sztereotípiákat gyomláljuk ki a mi gondolkodásunkból. Meg kell mondani, hogy vegyes a tapasztalatom. Van, aki igen, főleg a fiatalabb korosztály ugye ezt elfogadja, de a középkorúak, illetve középkorúak, igen, hogy tisztáskorúak, azok kevésbé. Úgyhogy, mint minden újdonságnak, mert igenis gondolom, hogy fogok mondani újat, de újdonságot leírtam közérthető, nagyon közérthető formában 2009-ben. Visszajelzést kaptam, de nem sokat, meg kell mondani azt is. De 2018-ban újfent megkértek arra, hogy írjak erről a témáról, írtam, talán még egy picit zanzásítottabban, mint ez előbb mutatottat, erre még kevesebb visszajelzést kaptam. De hát az előadások azért vannak, hogy majd utána legyenek akkor visszajelzések, legyenek szívesek vitatkozni, legyenek szívesek kérdezni, legyenek szívesek ellentmondani, mindenre nyitott vagyok, és én is tanulni szeretnék, hogyha olyan jellegű felvetés vagy kérdés van. Közvetlenül most az előadáshoz kötődően és kapcsolódóan nem szokványos címet és nem szokványos értelemben vett előadást szeretnék én a Rákóczi Szabadságharcról tartani. Rengeteg irodalom, szakirodalom a rendelkezésre áll. Mindenki gondolom, hogy az elmúlt évtizedeknek jeles kutatópárosának munkáit ismerik. Itt a Köpeci Béla és Várkonyi Ágnesre gondolok. Több kiadást megértek az ő könyveik, írásaik, stb. Ők voltak azok, akik 5 évtizeden keresztül tulajdonképpen a gondolkodásunkat is azt hiszem meghatározta, egy itt-ott, de lehet, hogy több helyen is, talán be is csontosodott ez a gondolkodás. Hogyha régebbi szakirodalmat akarnak ugye kézbe venni, hallatlan, gazdag, megint szakirodalom hagyományra és örökséget tudok utalni, hiszen itt Tali Kálmán, aki egész életét ennek szentelte, Márki Sándor, aki ugyancsak, bár az ők viszonyáról elmondanám azt, hogy Tali Kálmán oly annyira aprólékosan ismerte a Rákóczi Szabadságharcot és a Rákóczi Szabadságharc személyiségeit és személyeit, hogy nem merte vállalni azt, hogy ő egy történelmi biográfiát fog írni Rákócziról, inkább átadta ezt a lehetőséget Márki Sándornak, hogy te mégis talán valamivel kevesebbet tudsz, te jobban talán szintetizálni képes vagy, mint én. Én elvesznék a részletekbe. Úgyhogy Tali Kálmán ezt a gesztust, vagy ezt a felkérést ugye Márki Sándorra testálta. Nem akarom felsorolni ezeket a szerzőket, a gazdag szakirodalmat, de 2004-ben megjelenő Rákóczi Szabadságharc nagy nemzeti és emlékezet sorozatban ilyen nagy alakú vaskós könyv, dokumentum kötetnek is szokták ezt mondani, szintén megtalálható bármely közkönyvtárban. Ennyi bevezető után, akkor nézzük meg, hogy miért ezt a címet választottam. Ez a német-római birodalom hercege kifejezés nem nagyon közismert, nem nagyon, azt hiszem, hogy eléggé gyökeresedett meg a közgondolkodásba. Az, hogy az erdélyi fejedelem az igen, de a magyarországi konfederáltak vezére újfent azért bizonyos kérdéseket, kérdőjeleket fog azért fölvetni. A német-római birodalom hercegséggel foglalkozunk egy pillanatra. Tulajdonképpen a dédapja 1645-ben már megkapta, vagyis első Rákóczi György. Pedig ez a 30 éves háború keretében ugye kifejtett támadásáról van szó, amely a linci pacifikációval zárult 1645-ben, és a megbékélésnek ugye az egyik momentuma
a birodalmi hercegi cím odaítélése volt. Az emlékiratokban Rákóczi Ferenc ugye úgy emlegeti, hogy ő jogosult erre a címre, és mivel dédapjának és utódainak egyenesági leszármazottainak kijár ez a titulus, akkor az ő német-római birodalmi hercegi címe természetesen senkitől és semmiáron nem kérdőjelezhető meg. Na most ez nem egészen így van, hiszen II. Rákóczi Ferenc azért az emlékirataiban elfeledkezett arról, hogy az ő nagyapja II. Rákóczi György belebonyolódott egy 1657-es értelmetlen háborúba, amelyet a magyar király Lipót, Habsburg Lipót igen-igen élesen elítélt, és hát ez a bizonyos hercegi cím azonnal ugye képlékenyé vált, mint ahogy ugye ő is el is veszítette a fejedelemségét. De az apja, első Rákóczi Ferenc, választott erdélyi fejedelem, nagyon-nagyon komoly összeesküvésbe keveredett, és összeesküvő társait lefejezték Bécsújhelyen 1671-ben, itt Zrínyi Péterre tessene gondolni, Nádasdyra gondolni, stb. Ő pedig hát katolikus lévén, a bátori vonalra való tekintettel nagyon-nagyon komoly váltságdíjat kellett lefizetni a kamarának, hogy életben maradhasson, de a hercegi címet elveszítette. Én hozzátenném ehhez az információhoz még azt, hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy választott erdélyi fejedelem volt első Rákóczi Ferenc, de nem történt meg a trónra, fejedelmi székbe ültetése. És még 1670-71-ben, míg a török Magyarországon van, már pedig az erdélyi fejedelemséghez neki nagyon-nagyon komoly köze van a törököknek, az oszmán portának, úgyhogy több mint valószínű, hogy nem csak itt a váltságdíj lefizetéséről van szó, hanem arról is szó van, hogy azt a Habsburg-oszmán viszonyt ne borítsuk föl, nem érgesítsük el 100%-ig, tehát erre való tekintettel is lehetett és kellett azt hiszem eltekinteni első Rákóczi Ferencnek talán a kivégzésétől. Ez a német-római birodalom hercegi címhez viszont II. Rákóczi György hát nagyon-nagyon ragaszkodott, ez jól hangzott, és főleg azért, mert ugye az ő gyerekkoráról azért tudni kell, hogy Zrínyi Ilona, tehát az édesanyja 85-től 88-ig ugye Munkács várát védte ugye Karaffa tábornok ostroma időszakában, és az ő nevelő apja Tököli Imre, az pedig török beosztott tábornokként, tehát Munkácson kívül rekedve, ugye harcolt a magyar király és német-római császár ellen. Tehát 85-88 közöttű gyerekként átélt egy nagyon-nagyon komoly ostromot, Munkács várának feladása után pedig gyámság alá került. És a keresztapa nem más, mint Lipót, vagyis a király, aki császár is egy személyben, és abban a pillanatban ugye gyámság alá kerül. A gyám úgy rendelkezett, hogy a jezsuiták fogják nevelni, és a jezsuiták vették azonnal pártfogásba, hát ez a pártfogás azért idézőjelben értendő, hiszen a legtávolabbi jezsuita iskolában, tehát a Csehország Jiddikrachóban küldték el tanulni. A testvéri Juliannát pedig ugye a bécsi orsaiták nevelték. Az emlékiratokban benne foglaltatott az is, hogy, hát, hogy mennyire lehetett ennek, vagy mennyire lehet ennek utána járni a dokumentumokkal, azt mind a mai napig nem tudjuk, de az emlékiratokban benne van egy olyan részlet, amikor arról beszél Rákóczi, hogy nekik egy nagyon szomorú sorsot szánt a király. Mégpedig a gyámságát úgy érvényesíteni, vagy kívánta érvényesíteni, hogy szerzetest akart Rákóczi Ferencből nevelni, a lánytestvéréből pedig ugye apácát. Ez természetesen azt jelentette volna, hogy a Rákóczi vagyon abban a pillanatban ugye a kamara kezelésébe fog kerülni, a birtokok egyértelműen ugye a királyi, tehát egy nagyon-nagyon komoly anyagi pluszhoz jutott volna természetesen ugye a kamara. Hogy ez nem következett be, és hogy ez nem történt meg, annak az az oka, hogy a Julianna nevű nővér az
férhez ment egy 29 évvel idősebb császári tábornokhoz. Igaz, hogy király engedély nélkül, de később ezt a házasságot mégiscsak elfogadta a király, hiszen ilyen magas körökben, vagyis főnemesi rangúaknak a házasság kötéséhez azért a királynak beleegyezését ki kellett kérni. Tulajdonképpen a király háta mögött megkötött szerződés, házassági szerződés és házasságkötés, az eleve ugye legalább 50%-ban akkor csökkentette a kamarának ugye az igényi tunghaját, tehát a Rákóczi vagyonok 50%-ára már nem fordíthattak igény. Ennek a... hát... fantasztikus. Fantasztikus. Jó. A titulusa és a címerét még ugye akkor itt láthatják, és fölírtam szándékosan azért a latin és a német megnevezését is ennek a birodalmi hercegségnek tudnilik. Ugye itt a princeps és a fürst szavak azok kavarodást és félreértelmezésre adnak okot, hiszen a princepset mi fejedelemnek, de a fürstöt is fejedelemnek, igaz, mondjuk és fordítjuk. És ez a magyarázata annak, hogy Rákóczit első pillanattól kezdve fejedelmezték Magyarországon, holott ő nem rendelkezett fejedelmi címmel, holott ő csak birodalmi, idézőjelben mondanám, birodalmi herceg volt. A birodalmi hercegséget 1697-ben többszöri újrakérvényezés után nyerte el, tudnélik a Lipót király engedélye nélkül történt meg az ő házasság kötése is, mégpedig, hát majd ahogy a tablón is olvashatják, igaz, a hesseni Reinfelszi családból lesz majd az ő felesége, akit hát tulajdonképpen beajánlottak nekik, de ez is roppant érdekes, mert a német-római birodalom belső viszonyait kell ilyenkor feszegetni, amikor ezt a házasság kötés körülményeit vizsgáljuk, hiszen itt a Rajna mentén igaz a trédi, mainzi és kölni érsekek voltak a választó fejedelmek, és szoros rokoni kapcsolatban voltak a hesseni Reinfelszi családdal. Úgyhogy tulajdonképpen a kölni érsek, választófejedelem, valamint a mainzi érsek, választófejedelem, aki egyúttal a német-római birodalomnak a kancellárja is, ők voltak azok, akik nagyon szerették volna a hesseni családot kisegíteni ezzel a házassággal, és ilyen értelemben akkor hivatalosítani a birodalmi hercegi cím utáni igényét is Rákóczinak. Tehát ez a megint a király, illetve császár tudta nélküli házasságkötés fogja majd 1697-ben kikényszeríteni Lipóttól a címet, vagyis visszaadni a korábbi címet és visszaadni a korábbi titulust. Meg kell mondani, ez birtokadományozással nem járt. Tehát végeredményben ez titulus volt, ugyanakkor pedig egy birodalmi herceg kapott lehetőséget arra, hogy a birodalmi gyűlésen részt vegyen, tanácskozzon, megjelenjen, tehát nem különösebben hatékony ez a cím. De nagyon-nagyon fontos, szükséges, nyilván ez a királyi közelséget és a császárhoz való közelséget jelenti. 1697-et emlegettem, ugye ez egy nagyon-nagyon fontos év Rákóczi életében is. Tudnék, ugye a hegyaljai fölkelés fog kibontakozni ebben az évben, amely tulajdonképpen hát ennek az 1670-től 71-72-től megkezdődött elégedetlenségnek a csúcspontját jelenti. Spontán szerveződésről van szó, tiltakozás a kizsákmányolás ellen, szó szerint a kizsákmányolás, sarcolás, megsarcolás, a szörnyű, rendetlen adófizetésből fakadó nehézségek elől rengetegen a zempléni hegyekbe, illetve a tiszaháti mocsarakba fognak menedéket találni, és ők azok, akik a szegény legények nagy-nagy társadalmi csoportját, elégedetlenkedők társadalmi csoportját alkatják. Tömegét alkotják. Na most ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy zempléni hegyek és tiszaháti mocsarak, hiszen ez a térség, ez Rákóczi birtokok. Tehát Rákóczi, mint földesúrnak a birtokairól van itt szó.
És természetesen ugye a Rákóczi név Bécsben az mindig idegenül és mindig gyanúsan hangzott. Már megint itt van egy Rákóczi, aki elégedetlen a királlyal, elégedetlen a fennálló viszonyokkal, már megint lázadás szít, és az egész hegyaljai felkelést ő az, aki irányítja. Hát ott van Nagy Sáros, ott van Sárospatak, ott van Munkács, és ezek mind-mind-mind az ő birtokai, ahol éppenséggel kibontakozik ez a hegyaljai felkelés. És hogyha igen. És hogyha megnézik például ezeket a nagyon halvány, de igen-igen kiterjedt birtoktesteket, látják, hogy magyar-lengyel határ mentén a Makovica vagy Lubló, Eperjesig le egészen Sáros megye nagy része, szintén Rákóczi birtok, a Zemplén, Tokajtól egészen a határig, ez mind Rákóczi birtok, óriási kiterjedésű a Munkácsi, Szent Miklósi, és természetesen főtt a Sajó mentén, és természetesen nyugatra haladva, illetve ezek az L betűvel, Lednice, stb. Lenda, ezek pedig Tököli től megörökölt birtokok. Tehát egy óriási kiterjedésű birtok testekről van itt szó, és hát 30 uradalom, 38 város, stb. Stb. Ez körülbelül kataszteri holdban majdnem 2 millió kataszteri holdat jelent, és 115 ezer hektár területet. Magyarország legnagyobb földesuráról van szó, és a legveszélyeztetett területen földgyűlemlet, hát nevezném őket utonállóknak, nevezném őket zsiványoknak, nevezném őket kurucoknak, mert a kuruc szó tulajdonképpen a társadalomból kiszakadt, és utonállásból, stb. Rablásból, stb. Föntartották magukat, és hát még eredményben a társadalomból kitaszított elemeknek a gyülekező helye ez, és Rákóczinak a birtokain találják magukat. Van még egy momentum, ami miatt ez a, ugye az északkeleti térség egy biztonságot jelentő térség, mert az erdélyi fejedelemségre talán lehet számítani. Az erdélyi fejedelmek többé-kevésbé támogatták azért a 17. század ilyen-olyan-amolyan királyellenes megmozdulásaikat. Az utolsó nagy fellángolás ugye Tököli támogatása volt, és most, hát itt 1697-ben az erdélyi fejedelemségről lehet vagy nem lehet segítséget kapni, lehet vagy nem lehet segítségére számítani. Nincs már fejedelem. 1690-ben Apafi Mihály meghalt, itt már a gubernium időszaka, de katonailag megszállt területről van szó, vagyis császári katonák, körülbelül 6-8 ezer császári katona állomásodik az erdélyi területen, de ott is inkább a délkeleti sarokban. Ez a 1697-es hegyaljai felkelés, ez nagyon-nagyon megérintette és rosszul érintette meg Rákóczi Ferencet. Sietett gyorsan elhatárolni magát a felkelők megmozdulásától, akik fölkérték irányításra, és ő elmenekült, kimenekült ebből a veszélyes zónából, azonnal Bécsbe futott, a király előtt audenciázott, és ugye tisztázta magát, hogy semmi köze ehhez a fegyaljai felkeléshez, és legyenek szívesek az ő birtokait kicserélni birodalmi birtokokra. Ő birodalmi herceg, adjanak megfelelő kompenzációt, és akár a hegyalját, stb. Minden birtokot hajlandó kicserélni birodalmi, csak hogy nyugalom és nyugodt legyen minden. Na most, hát, jaj, még egy nagyon fontos momentum. Ez a 97-es hegyaljai felkelés természetesen szervezetlensége miatt nagyon rövid időn belül ugye elfolytásra kerül. Ennek a mozgalomnak elfolytásában Bercsényi Miklós is tevékenyen részt vesz, aki neki kedves barátja lesz, éppen a hegyaljai felkelés leverése után, és az ő megrőkönyödésükre történik meg 99-ben a karlócai béke megkötése, amely a Magyarország felszabadítását jelenti a török uralom alól a Maros vidékének, Temes vidéknek a kivételével. Na most ez a karlócai béke azért döbbentette meg ezt a két főurat,
hiszen ez nem volt más, mint az 1664-es békének a másolása, a sine nobis, de nobis, vagyis megkötötték azt a békét, hogy rólunk döntöttek nélkülünk. Magyarok részvétele nélkül döntöttek Magyarországról. Pedig az 1687-es országgyűlés, azt hiszem 4. törvénycikke úgy fogalmazott, hogy magyarok nélkül nem lehet Magyarországról döntést hozni, feltétlenül a portán is rezidenst kell állandóan tartani magyar származásút a Bécsből odarendelt rezidens mellé. Tehát megint egy alkotmánysértésről van szó, megint egy felháborító lépésről van szó a király részéről, tehát a sine nobis, de nobis fölforgatta a politizáló nemességnek igaz a gondolkodását, és közvetlenül Rákóczinak, Bercsényinek, akik úgy gondolták már itt 99-ben, hogy most már bebizonyosodott 1697 tapasztalata alapján, hogy nem lehet saját erőből megváltoztatni a királyságnak ezt az abszolutisztikus irányítását. Mindenféleképpen külső segítséggel lehetne lerázni az ausztriai háznak az igáját, ahogy ők fogalmazták. És ekkor történik meg, hogy 14. Lajoshoz fordulnak levélbe, és ezt a levelezést fogják majd beárulni Bécsben, és fogják letartóztatni Rákóczit, és még 80 társát, ezek közül főnemesek, csak 3-4 van, itt a mai családra kell elsősorban utalni. Bercsényi sikeresen elmenekülőt nem tudják letartóztatni, és ugye Lengyelországba menekül el. Rákóczi pedig Bécs új helyen, ugyanúgy, ahol a nagyapa, ugyanabban a cellában, abban az ablak nélküli cellában zárják, és egy hát koncepciós pernek mondanánk ma, ugye indítottak ellene. Ennek a koncepciós pernek a lényege az, hogy teljesen mindegy, hogy mit írt elő a törvény, és milyen törvényekre hivatkozott Rákóczi, nem volt pardon. Tulajdonképpen hivatkozott arra, hogy magyar nemest nem lehet letartóztatni, csak amikor bírói ítélet születik. Magyar nemest nem lehet a határon túlra elhurcolni. De ő birodalmi herceg. A birodalmi hercegnek joga van birodalmi bírósághoz. Ezek az érvek természetesen nem voltak megfelelőek arra, hogy egy szabályos pert folytassanak le. Itt egyértelmű bebizonyosodott, hogy itt vérpad lesz, vérpadra vezet majd az útja. Hát a felesége segítségével, a börtönnek jezsuita gyóntatópapjának a segítségével és a bécsújhelyi parancsnoknak, Léman kapitánynak a segítségével sikerül elmenekülnie, kimenekülnie, és ő is Lengyelországba fog menekülni, és Varsóban fog majd a francia misszionárusoknak a rendházában találkozni véletlenül Bercsényivel, és ettől a pillanattól kezdve az ő sorsuk teljesen egybekötődik, kapcsolódik. A Senyaszki házaspárról nagyon-nagyon hosszasan tudnék mesélni, hogy kik ők, mik ők. Egy francia érzelmű házaspárról van szó, és Lengyelországban a francia pártnak jeles alakjai, és a királlyal a 100 dinasztiából, Wettin dinasztiából származó lengyel királlyal hallatlanul elégedetlenek, és ők mindig abban gondolkodnak, hogy egy francia Bourbon fog majd Lengyelország királya lenni, csak halljon meg a király, mert ott mindig királyválasztás van, és a királyválasztás eredményeként akkor lehet majd királyt cserélni. Tehát a Senyaszki házaspár bújtatja a két magyart, és hosszasan, hát 1701 novemberétől egészen 1703 júniusáig tartózkodnak Senyaszki birtokaikon, vidéki birtokaikon, egyik birtokról jönnek a másikra, stb. Stb. És az utolsó tartózkodási helyik ez a Brzezsáni, tehát a ma Berezsáni névre hallgató ukrán kisváros, tehát németesen Brezán, Brezna, ebben a formában ismerjük mi. Ez a kiáltvány akkor született, amikor a tiszaháti bujdosóknak, vagyis Rákóczi földes urásághoz tartozó jobbágy felderítők mennek Lengyelországba, és próbálják a határ környéki uradalmakat fölkeresni, hogy véletlenül rábukkanjanak, és hazahívják Rákóczit.
Úgy fogalmaz a emlékirataiban, hogy a küldöttek úgy fogalmaztak nekik, hogy a nyáj együtt van, csak pásztorra van szükség, és legyen ő a pásztor, mert Brzezsányiban sikerült aztán Kis Albertéknek megtalálni, rábukkani véletlenül Bercsinyinek és Rákóczinak a nyomára, és akkor történik meg az egyeztetés, a tiszaháti felkelés előkészítése, hogy történjen, mint történjen, és ugye a vezetők meg érkezzenek haza. Mielőtt erre sor került volna, egy nagy kiáltvány, mégpedig nagyon szívhez szóló kiáltvány kerül megfogalmazásra Brzezsányiban, és történik meg ezekkel a küldöttekkel Magyarországra való juttatása. Hát lehet olvasni, hogy milyen indokokat fog fölhozni ebben a kiáltványban, milyen indokokat fog a fegyverfogás meg indoklására, majd Rákóczi, de a legfontosabb az, hogy mindenkit, tehát nemest és nemtelent, egyházit és világit mozgósít a megkezdődő, vagy közelesen megkezdődő harchoz. Június 16-án lépi át a magyar-lengyel határt Rákóczi. Az is igaz, hogy van itt egy-két napos bizonytalanság, hiszen 14-én kelt az a levél, amikor szó szerint benne van, hogy átkeltem a Rubikon, és valóban a határ mellett van egy Stree nevű folyócska, lehet, hogy ez 14-én történik meg a Stree folyócskának az átlépése, de még az elérkezés az első saját Rákóczi birtokhoz tartozó falucskához, Zavadkához, azt egy-két napot természetesen igénybe vehetett. Itt fogalmazza meg nem csak Magyarországhoz szóló kiáltványát, hanem Európához szóló kiáltványát is, de ezt még egyelőre csak kéziratban és néhány példányban fogják majd terjeszteni. 1704-ben, majd Nagyszombat elfoglalása után nyomdába kerül ez a kiáltvány, és a Rekrudeszkunt elnevezésű, illetve első szó után így ismert kiáltvány Európához fog majd körözésre kerülni a német-római birodalomban, és egészen ugye Franciaországig elterjedten. És nagyon-nagyon tételesen és egyértelműen fölsorakoztatja azokat a bűnöket, azokat a vádakat, amelyet a király ellenében föl lehet sorolni, amely sérelmek és keservek 21 pontba sűrítette, és ez mind-mind a magyar nemzetnek ugye jogos sérelme és appellálása van szükség. 1222-ben II. András ugye a 31. aranyból a 31. pontjában a magyar nemességnek lehetővé tette az ellenállást, ez a bizonyos Jus Resistendi elnevezésű cikkely, de ez 1687-ben eltörlésre került. Mégpedig Eszterházy Pál nádor vezetésével az országgyűlés nagyon-nagyon lelkesen és nem azt mondom, hogy egyhangulag, mert tulajdonképpen ez egy csonka országgyűlés volt, de minden óhaját, sóhaját Lipótnak teljesítette 1687-ben is. Eltörölték 1687-ben ezt a 1222-ben 31-es törvénycikket. Vagyis 1222 óta számtalan olyan megmozdulást tudunk felsorolni, amely nem minősült törvénytelennek a király elleni tiltakozás. Tehát egy bocskai féle szabadságharc egyáltalán a 22/31-es törvénycikk értelmében jogos felháborodás és jogos fegyverfogás a király ellenébe. Rákóczyak vonatkozásában, első Rákóczi György vonatkozásában szintén, de Bethlen Gábor idejében ugyancsak. Tehát megvan az alap, megvan a jogi támasz, bázis arra, hogy a király ellen föl lehet lépni. Király ellen fegyveresen is föl lehet lépni az 1222/31-es törvénycikk értelmében. De 87 után már nem. 1787 után nem. 1787 után tehát nincs meg a lehetősége a magyar nemességnek, hogy a király ellenében bármilyen tiltakozást is, vagy hatásos módszert alkalmazzon. Pusztán beadványok, pusztán kérelmek, pusztán
de országgyűlés összehívására is kérelmek sorozatával jelentkeznek Lipótnál, aki nem hajlandó összehívni 1687 után hosszú ideig ugye az országgyűlést. Hát most pedig már egészen más helyzeti szituáció fog kibontakozni. A 21 pontból külön kiemelném azért ezt a bizonyos új szerzeményt, ezt a Neoakvisztika Komissziónak a működését, amely úgy tekintett Magyarországra, mint fegyverrel meghódított és fegyverrel visszaszerzett, visszahódított országra. Fegyverjogán megszerzett területnek minősítette Magyarországot. Tudnélik, a Szentréga csapatai azok, amelyek kihűzték Magyarországról a törököt. Márpedig fegyverrel visszaszerzett területet a király magáinak tartotta, függetlenül attól, hogy XY nemes családoké volt a Dunatisza közén, például Kecskemét és környéke, vagy Szeged és környéke, vagy a Dunántúlon Baranyára, Tolnára, Somogyra gondolna, az ottani birtokosokra. Tehát ezeknek nem került vissza automatikusan a kezükre az elvesztett földterület, birtok, csak abban az esetben, hogyha visszamenőleg, gondolják végig ugye a török 1521-től, nem 41-től, 21-től 1699-ig, tehát 171 néhány éven keresztül van a Temesvidék kivételével Magyarországon. Ha megőrizték az adománylevelet, hány generáció halt ki és halt meg, hogy föl tudja mutatni az eredeti adománylevelet, a címeres levelet, birtokadománylevelet, mert csak akkor kaphatta vissza 10%-os fegyverváltság ellenében. Magyarul a magyar nemesség földönfutóvá válik. És ez természetesen célja is, ugye itt Lipótnak szó nincs arról, hogy vissza kelljen adni. 1687-ben több mint 100 idegent honfiúsítottak, és ezeknek igenis magyar volt valaha nemesi birtokokkal kellett a támogatást, vagy részvételt, vagy királyhűségét megfizetni. Tehát az új szerzeményi bizottság ez egy nagyon-nagyon idegen és ugyanakkor ellenséges intézmény volt Magyarországon, és ennek az intézménynek, ennek az új szerzeményi bizottságnak egyik vezetője, ugye Kolonics Lipót volt, nem egyedül, de általában az ő nevét szokták mindig emlegetni, aki hát nem volt valami szívélyes ugye a magyarok irányába. 1703. júniusában, tessék végignézni, ugye június és decemberben tulajdonképpen hát az egész ország fegyverbe fog most állni. Hát ez a fegyverbe állás azért, tessenek azért ezt egy kicsit idézőjelbe érteni, hiszen itt szó nincs arról, hogy reguláris hadsereg lenne, szó nincs arról, hogy itt rendes felszerelés lenne, mindenkinek éppen ami adódott a háztartásban. A nemesnek volt kardja, na de az egyszerű, nem tudom én, jobbágynak a villán, vagy éppenséggel a cséphadaron kívül nem igen volt más. Majd az összecsapásokban lehetett szerezni valami komolyabb fegyvert is. Tehát szó nincs arról, hogy itt egy komoly ugye hadsereg, vagy hadsereg szervezés ugye elkezdődött volna, ez lehetetlenség volt. Oly annyira gyorsan jönnek a sikerek, és oly annyira gyorsan halad előre az észak-keleti térségből a nyugatra való előre haladás, hogy Morvaország és Ausztria határát portyázzák már a lovas kuruc seregek. Az 1703-as és 4-es hát katonai sikerek, inkább a területek megszállásáról van itt szó, igazi, komoly várak csak általában a kiéheztetés után kerülnek azért Rákóczinak a kezére, vagy a kuruczhadsereg kezére, hiszen nincsenek ostromágyúk. Először Tokajnál, majd a Tokajból idehozott Eger ostrománál alkalmazott ágyúkról tudunk, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy falakat törjenek. Kis mini tábori ágyúkról igen tudunk, de azok semmiféleképpen nem voltak alkalmasak arra, hogy egy Budát megostromolják, vagy Győrt megostromolják, vagy Komáromot, de Váradot is emlegethetnék. Ezek mind végig a Rákóczi szabadságharcban, de ezek mind-mind az úgynevezett labancok kezén maradt. 1704-ben Rákóczi megkérdezésével, de tulajdonképpen hezitálásával indult el Erdélyben egy olyan folyamat,
amelyet akart is, ugyanakkor pedig távol tartotta magát. Tehát egy ilyen kettős érzés uralkodott benne, amikor is az erdélyi fejedelemség élére megválasztották őt princepsnek, vagyis fejedelemnek. Ez Gyulafehérváron történik 1704. július 7-én, de mondtam azt is, hogy 6-8 ezer császári katona állomásozik itt. Ez a 6-8 ezer császári katona elsősorban a Szász Univerzitás területén és barcaságban, ugye nagyobb városokban, százvárosokban vannak beszállásolva, és onnan ki nem moccannak, figyelik, hogy a török esetleg nem fog támogatást adni Rákóczinak, épp úgy, mint annak idején Tökölit időszakban tette. Tehát ez a 6-8 ezer ember igenis a határokat, tehát a Kárpátok hágóit vizsgálta, nézte és ellenőrizte, hogy a Balkán felől nem éri-e támadás a törökök részéről az erdélyi fejedelemséget. Na most visszatérve, ugye Rákóczinak imponált az, hogy a rákóczi ősök után őt is megválasztották erdélyi fejedelemség élére távollétében. Ő az ipolyságnál van, és az ipolysági táborban fogadja az erdélyi delegációt, akik elmondták neki, hogy megválasztották távollétében erdélyi fejedelemnek. Megköszönte, de annak rendje módja szerint a beiktatást meg kell tervezni, meg kell szervezni, mert így nem lehet erdélyi fejedelem, stb. És majd, amikor Erdélybe érkezik, majd akkor erre kerítsünk sort. Tehát 1704-ben, 5-ben, 6-ban erre nem kerül sor. Ez csak 1707-ben történik meg, tehát látható, hogy a magyarországi viszonyok a fontos és fontosabbak az erdélyi eseményekkel szemben. Igen, ez azért nagyon-nagyon fontos a magyarországi, mert meghalt 1705 májusában Lipót király, és 1687 országgyűlési végzés értelmében a fia, első József lesz Magyarország királya. Ezt Rákóczi nem fogadja el érvényesnek, és az 1687-es országgyűlésnek a legitimitását kérdőjelezi meg. Ez nem legitim országgyűlés, az ország még háborúban van, az országban a török elleni háború még javába dúl, tulajdonképpen csak 1686-ot tudjuk emlegetni, mint a Buda felszabadításának dátumát, egy kikényszerített országgyűlés gyűlik össze Pozsonyba, hát a alföldi vármegyéknek a delegátusai, vagy Észak-Kelet-Magyarország vármegyének delegátusai ott sincsenek a pozsonyi országgyűlésen. Miféle országgyűlés az, amely tulajdonképpen a Dunántúli, de még ott is a Balaton felvidéki vármegyéknek és alsó Magyarország nyugati részének vármegyének képviselőiből jöttek ott össze. Tehát ő ezt illegitimnek tartja, ezt az 1687-es országgyűlést, az ott elfogadott végzéseket, határozatokat ugyancsak törvénytelennek mondja. Ilyen értelemben Rákóczi soha nem ismerte el első Józsefet hazug magyar királynak. Minden levelében csak császárnak titulálja. Igen, a császári mi voltát, a császári cími, titulusát, stb. Azt nem lehetett elvitatni. A magyar királyságot pedig soha nem adta oda Rákóczi, és nyilvánvalóan az ő barátai soha nem adták oda ezt első Józsefnek. Most el lehet képzelni akkor, ugye, hogy már is egy áthidalhatatlan probléma és ellentét van, ami végighúzódik 1705-től 11-ig a szegény szabadságharc történetén, hogy legitim vagy nem legitim uralkodó első József. Rákóczi szerint nem legitim, ettől a pillanattól kezdve első József, Habsburg József pedig megint csak megkötötte magát, hogy országgyűlés volt, én legitim uralkodó vagyok. A legitim uralkodó címemet, rangomat, stb. Ezt nem lehet elvitatni. Senkinek nincs jogába elvitatni. Aki ezt elvitatná, az felségsértés követel. Ettől a pillanattól kezdve Rákóczi felségsértő, esküszegő. De nem tette le az esküt, természetesen ugye első Józsefre, meg az ő hívei sem, de ebből a jogi helyzetből valahogy ki kellett keveredni. A jogi helyzet feloldására a Széchenyi országos gyűlés, és nem országgyűlés, a Széchenyi országos gyűlés tesz majd pontot, mégpedig ugye itt a Generalis Conventus összehívása, általános gyűlés, országos gyűlés, de nem diéta, nem országgyűlés, mert azt csak a király hívhatja össze, vagy akadályoztatása esetén a nádor. De a király
Most van király, vagy nincs király? Nádor van, de a Nádor természetesen ugye első József mellett, hiszen ő az, aki főszerepet játszott eleve a megkoronáztatásában Józsefnek. Tehát itt a Széchenyi konventen egy lengyel országban alkalmazott módszerhez folyamodnak a konfederáció megalakításához. Na most a konfederáció lengyel mintára történő megszervezését 2005-ben pontosan a kerek évforduló Széchenyben adtam elő, Várkonyi Ágnes fülehallattára, Kopeci Béla fülehallattára, hogy engedelmet kérek, a konfederáció az egy ideiglenes társadalmi szövetség, nem tartományok, országok közötti szövetség. Bethlen idején ilyen létezett. 7 tartomány, stb. Konfederációja. De a lengyel konfederáció az nem országok, tartományok, stb. Konfederáció. Ez társadalmi konfederáció. A társadalmi konfederáció az egy ideiglenes társadalmi szövetség, amelynek tagja lehet nemes, nem neves, világi és nem világi, és a legfontosabb kitétel az, hogy konkrét meghatározott célért folytatott, vagy éppen szerveződő egység, és amikor a célok megvalósításra kerülnek, akkor ez a konfederáció automatikusan bomlik, fölbomlik. Ennek a konfederációnak az élére választják meg Rákóczi Ferencet, igen ám csak a lengyelek arra mindig vigyáztak, hogy a társadalmi egyensúly az biztosított legyen. A főnemesek többsége is általában ott ugye pánoknak hívják, a pánoknak a többsége az mindig hatékonyabb, hatásosabb az állam irányításában, és hogy ellensúlyozzák, a konfederáció vezetőjének mindig egy közlemest választottak. Na most akkor, amikor az emlékiratoknak ide érkezve a konfederációnak a taglalását nézi a memoárokban, Rákóczi memoárjában, akkor láthatja, hogy ott van egy olyan félmondat, hogy nem egyeztethető össze a lengyeleknél választott marsali cím az én származásommal. Így van, mert ott marsal irányította a konfederációt, és az köznemesi származású volt, ő pedig főnemes, mágnás, Magyarország leggazdagabb főura, ez nem lehetett marsal. Éppen ezért kitalálták, hogy legyen dux, megválasztjuk duxnak. Tehát Magyarországon vezérré választották. Vagy, ahogy a dokumentumokban más helyen, hol vezérnek, hol vezérlőnek emlegetik. Tehát 1704-ben viszont megválasztották már Erdély fejedelmének, de még nem iktatták be, úgyhogy Magyarországon vezérlő, Erdélyben fejedelem, abból a kettőből kombinál a tankönyvíró egy vezérlő fejedelmet, és a tankönyvírók ezért nem hajlandóak semmiféleképpen ezen módosítani, hogy legalább kötőjelet tennének oda. Igen, vezérlő, kötőjel, fejedelem. És ennek a kötőjel nélküliségnek, vezérlő fejedelem, akkor ez úgy jelenik meg, mintha ez valamivel több lenne, mint az erdélyi fejedelem, vagy több lenne, nehogy Isten, mint a birodalmi herceg fejedelem. Tehát szó nincs erről, ellenkezőleg. Itt egy rendkívüli helyzetben, háborús időszakra, dux, vezér, vezető, vezérlő, ez a magyarországi események irányítójának a címe. Még egyszer, tehát a konfederáció egy ideiglenes szövetség, és az ideiglenes szövetség létrehozza maga ideiglenes intézményeit. És a maga ideiglenes intézménye az a Conventus Generalis, tehát a konvent. És ez nem országgyűlés, hanem konvent. Ez a konvent természetesen úgy gondolja, hogy országgyűlési hatáskörrel rendelkezik, úgyhogy ők megfogalmazzák a maguk végzéseit, határozataikat, és úgy állítják be, minthogyha ez Magyarország törvényei, törvényes törvényei lennének. Szó nincs róla, a törvények azok a Corpus Juris Hungaricaiba kerülnek, aztán összefoglalásra, kinyomtatásra, kiadásra. A Rákóczi-féle konventeknek határozatai, végzései, azok a Corpus Juris Hungaricában nincsenek benne, nem is lehetnek benne, természetesen. Ezt az ábrát Csécsi Sáros Pataki professzor rajzolta le, ez a Széchenyi Borjúpáston elhelyezkedett, tehát vármegyei küldötteknek, illetve Rákóczinak a hatalmas nagy és az ország sátora, és itt zajlanak és itt folynak azok a tárgyalások és azok az határozathozatalok, amelyek 1705-ben feltétlenül kellettek.
Magyarországnak adott időszakban 43 vármegyéje van, és 4 különleges státuszú kerület, tehát a Hajdúk, a Kiskun, Nagykun és a Jászok. Ebből a 43-ból, tehát hogyha Kishontot meg Nagyhontot két különböző megyének emlegetjük, akkor 27 vett részt. Igaz, hogy sokkal több meghívót küldött ki a vármegyékbe Rákóczi, 39-et küldött ki, na de hát ebből csak mondom, tehát 27 fog megjelenni. Amit mindenféleképpen hozzá kellene tenni, hogy már itt 1705-re azért kialakult egy kettősség a magyar társadalomban. A főnemesség többsége az mind királypárti, általában a köznemesség és a köznemességnek hivatalnoki vezető rétege, a lispánok, zöme, meg jegyzők, meg notáriuszok, meg asszeszorok, ezek Rákóczi mellett foglalnak helyet. Tehát ami a tömeget jelenti, ami a társadalmi támogatottságot jelenti, az mindenféleképpen a Rákóczi szabadságharc oldalán van. Ami a hivatalosságot jelenti, ami nagyon-nagyon a vezető elitet jelenti, a krémet jelenti, a meghatározó politikai formáló erőt jelenti, az pedig a király oldalán van. Erre Esterházy Nádor roppant büszke is volt, mert összeállított egy névsort, és ez itt megvan a Főegyház megyei könyvtárban is, úgyhogy én ezt innen alkalomattán kikértem és publikáltam is. 77 nevet tüntett föl a vonatkozás, Esterházy Pál Nádor, hogy kik állnak Rákóczi oldalán? Hát 77 embert föl tudok sorolni, akik mind egytől egyig Magyarország vezető mágnásai, világi és egyházi főurai. Hát ez a 77 ember, ez nem Rákóczi mellett van. Hát nézzék meg Telekesi is, hát hogy került oda Rákóczi mellé? Hát meg kell mondani, hogy erőszakkal maradt itt, vagy hogy fogalmazzam finomabban. A lényeg az, hogy megkapta a lehetőséget arra Eger elfoglalása után, hogy Budára menjen, de csak Gyöngyösig ért, mert úgy gondolta mégis Rákóczi, hogy igenis neki egy nagyon-nagyon fontos személyiség lehet, arról nem beszélve ugye, hogy katolikus lévén, a katolikus egyház megjelenéséhez szüksége van ilyen tekintélyes, idős, jelentős egri püspökre, úgyhogy Gyöngyösről visszafordították, és nem letartóztatták, hanem feltartóztatták. A feltartóztatás az azt jelentette ugye, hogy itt a püspökségben, arra a helyre, abba a várba, ahol éppen gondolja, tisztelendő, hogy maradjon itt, és akkor majd gondolkozzon el, mi legyen a sors. Gyakorlatilag utána megtalálta a felmentést azért Telekesi püspök ebből a szituációból, mert az egyházmegyémet nem hagyom el, függetlenül attól, hogy milyen időszak van, a főpásztorra szükség van, és igen, itt kell szolgálni, és mindvégig itt maradt, és mindvégig ugye az egyház megyének érdekét képviselte, és segítette Rákóczit. Aláírta a konfederációs oklevelet, és aláírta 1707-ben majd a detronizációs oklevelet is. Még mielőtt arra egy nagyon rövid ideig az 1707-es marosvásárhelyi beiktatásra azért még oda figyeljünk, végpedig ezt ugye mondtam, hogy csak 1707-ben történik meg a erdélyi fejedelemségbe történő beiktatása. Mégpedig általában azt szokták mondani, hogy a királyi beiktatás ceremóniáját követte az erdélyi fejedelemségbe történő beiktatás is. Valóban ugye trónt utánzó fejedelmi szék, a baldakínos, nem tudom én, emelvényen, a választási feltételek elfogadása, a fejedelmi eskünek az elmondása, stb. Ez mind megtörténik a marosvásárhelyi diétán, ott a református templomban történik mindez. 2007-ben ott volt szintén egy nagy jubileumi ugye összejövetel, úgyhogy ott is volt szerencsém erről a konfederációról beszélni. A
konfederáció viszont látható, hogy mindig meghatározó, jelentőségű, és az erdélyi viszonyok azok ilyen értelemben csak másodlagosak a Rákóczi szabadságharcban. Hiszen Marosvásárhelyi beiktatás után azonnal Ólodhoz fog, Ólodra gyűjti össze a konfederációnak a következő konventjét, ahol dönteni kell arról, hogy mi legyen, tehát békét kössünk, vagy éppenséggel háborút folytassuk az ausztriai házzal. Az Ólod köröm vonatkozásában szeretném azért elmondani, hogy 2007-ben kaptam egy levelet, egy hivatalos levelet, mégpedig a körömi önkormányzattól, hogy adja már a hivatalos szakvéleményét ahhoz, hogy nem is Ólodon volt ez az ország, országgyűlést mondott, országos gyűlés, hanem Köröm. És Köröm falu követeli magának az igazságtételt, és legyek szíves már ebben a kérdésben megnyilatkozni. Tehát, hogyha előveszük a dokumentumokat, akkor látható, hogy Ólodhoz tartozó körömi puszta, és ott valóban állt az ország sátora. Tehát a Sajónak a túlsó oldalán adott időszakban a Sajó nagyon-nagyon megáradt, úgyhogy nem lehetett mindenkit ugye ezen a Sajó egyik oldalán, hanem a másik oldalán lehetett a sátrakat fölvenni, de az ország sátra kétségkívül a körömi pusztán. Na de akkor az puszta. Ólodhoz tartozó puszta. Hát nem a mai településről van szó, hanem az Ólodhoz tartozó pusztán zajlik ez a nevezetes konvent 1707-ben, ahol már a vármegyék lázadása is felütötte a fejét. Hát ez a közismert túróci követeknek a lenyakazása a helyszínen, az egész konvent hangulatának ilyen értelemben a befolyásolása, úgyhogy Rákóczi megható beszéde után mindenki ugye a háború folytatása mellett voksolt, és ugye az utolsó mozgatható vagyoni tárgyát is felajánlotta a háború folytatására. Itt történik meg ez a bizonyos abrenunciáció, vagyis ugye a Habsburg dinasztiának Magyarországon lévő jogainak az elvétele, meghiúsítása, hogy kormányozhasson tovább ugye ez a dinasztia, benne első József természetesen, és ez jelentette az interregnumnak, vagyis a király nélküliségnek a bejelentését. Bercsényi volt természetesen az egyik fő iniciátora ennek az egész akciónak, ezt már a rozsnyói szenátus ülésen elhatározták, de hogy ez ebben a formában fog megtörténni, nyilván nem lehetett ugye megkomponálni. A interregnum kihirdetése nagyon-nagyon fontos lépés volt, de nem annyira a magyar, hanem sokkal inkább a franciák szempontjából. Tudnék, adott időszakban 1701-től 14-ig spanyol örökösödési háború zajlik, és a Bourbon vezette Franciaországnak, nagyon jól jött a Rákóczi szabadságharc, a Habsburgok hátországának elégedetlensége nagyon-nagyon komoly katonai erőt kötött le. És 1707, igen, számukra ez kedvező év a nyugati fronton, az észak-itáliai fronton. Tehát a franciák számára ez kifejezetten kedvező lépés volt, Magyarország számára pedig a teljes elszigetelődést jelentette. Tudnélik, a franciák bármennyire is biztatták, mert Desalleur itt van, és jó néhány francia hadmérnök, Lamott is többek között, ugye, hogy itt a szomszédra mutassunk, vagy szomszéd falura mutassunk, Noszvajra. Tehát ez egyértelmű, hogy a franciák próbálták valamilyen formában fönntartani ezt az ellenállást, de annyi segít, vagy annyi támogatás véletlenül sem adott, hogy ennek átütő sikere legyen. Ez interregnum kihirdetése azért nagyon fontos Rákóczi szempontjából, mert úgy gondolta, hogy 14. Lajos ettől a pillanattól kezdve Magyarországot a Habsburg dinasztia uralmától független országnak tekinti. Nem arról van szó, hogy a magyar királyság tűnik el, hanem arról van szó, hogy uralkodó váltás. Tehát amikor annak idején Bánkulti Imre híres magyar történész leírta azt, hogy a függetlenségi harc gazdasági problémái, nem függetlenségi harcról van szó, szabadságharcról van szó.
vagyis a szabadság, elvesztett szabadságjogok visszaállításáról van szó. A magyar alkotmányosság helyreállításáról van szó. Tehát az interregnum nem azt jelenti, hogy Magyarország független ország, mi eddig is független. A Magyar Királyság az szerencsétlensége, éppenséggel a magyar nemzetek adott időszakban, hogy a Habsburg dinasztiából vannak a magyar királyok. De semmi körülmények között nem a magyar függetlenségről, hanem a dinasztiától való függetlenség, függetlenedésről van szó. Tehát itt egy, megint lehetne itt jogtörténeti fejtegetésben bocsátkozni a tekintetben, hogy a szuverenitásnak van belső, van külső értelemben vett értelmezése, de ebbe nem kívánok lemélyedni. Az európai elszigeteltségből tessék végignézni, ugye, hogy Rákóczi hol próbálkozott, hogy szövetséget, külső országgal szövetséget kössön. A Franciaországot már többször emlegettük, na de hát itt van a Zsecsposzpolita, vagyis Lengyelország. Na de Lengyelország háborúban van, mégpedig ugye az északi háborúnak a szintere, mégpedig a svédek, oroszok Lengyelország területén hadakoznak, és Lengyelország is éppen olyan meghasonlott ország, mint ahogy ezt látjuk a Rákóczi szabadságharc idején Magyarország esetében. Éppenséggel a svédek azok, akik Krakkót, Varsót elfoglalják, és az oroszoktól kérnek segítséget azok a lengyelek, akik elsősorban úgy itt a keleti térségben élnek, és itt bontakozik ki igazán nagy ütközetek Nagy Péter és 10. Károly között, bocsánat, 12. Károly között. Poroszországtól. Ez is egy nagyon-nagyon különleges helyzet, hiszen Poroszország 1701-ben királyság lett. És éppenséggel annak a Lipótnak jóvoltából, aki Magyarországon ilyen kegyetlen, kíméleten abszolút uralmat vezetett be. Erre is gondolt Rákóczi, hogy ha megengedte azt, hogy a brandenburgi választófejedelem porosz király lehet a német-római birodalmon kívül, akkor esetleg Magyarországon nem lehet a birodalmon kívül egy önálló, de már nem Habsburgok által irányított királyságot létrehozni. Tehát egy porosz példa is van, egy porosz minta is föl távlatosan, távlati elképzelésként lehet. Oroszországtól is lehet remélni támogatást, ez főleg ugye 1708 után fog felerősödni ez a vonal, de a poltavai ütközet után meg különösen, mert a svédek ott katasztrofális vereséget szenvedtek, és a legutolsók szalmaszál, amiben lehetne kapaszkodni, az az Oszmán Birodalom. Ez 1710-11-ben követségekben realizálódik, de innen sem érkezik hatásos vagy hatékony társadalom. Na most magamnak, de mivel Egerben vagyunk, ideírtam azt is, hogy egy oktatás kutató, aki szerintem intézményileg vagy intézetileg ide tartozik, tudomásom szerint az egyetemünkhöz. Nem ismerem a Witt Ferenc kollégát, de megnéztem az ő digitális közoktatás című anyagában a Rákóczi szabadságharca vonatkozó hát ijesztő, milyen hibák vannak benne. Ijesztő, úgyhogy nem tudom, hogy el tudnék-e beszélgetni vele, és meg tudnám neki mutatni, még meg tudnám vele értetni, hogy amit leírt, hát az, és akkor a diákjaink azok természetesen ebből érettségiznek, ezt kell nekik tudni, ezt kell visszamondani, a hibát hibára halmozva. Tehát nem is értem, őszintén szólva. Itt van egy korabeli térkép, de nem ez kellene, hanem inkább ezt kellene bemutatnom, amely ezt a kapcsolathálót, rendszert mutatja be, hogy Rákóczi látható és érzékelhető, hogy két hatalmas nagy Európát foglalkoztató háború kellős közepén, de mind a kettőt, hogyha figyelembe veszem, mind a kettőnek perifériája. Tehát egy északi háborúnak a perifériája, egy spanyol örökösödési háborúnak a perifériája, és mindegyik háború fontosabb, mint a Rákóczi szabadságharc. A Rákóczi szabadságharc ilyen értelemben, hogy szokták mondani, partvonalon kívül van. Az európai politikán kívül van. A franciák esetét vizsgáljuk azért, az oroszok esetét vizsgáljuk azért, a lengyelek esetén azért, a svédek. Tehát minden ország külpolitikájában a magyarországi események másodlagos, azt nem mondjam, hogy harmadlagos. A 1710-re nagyon-nagyon kimerültek az anyagi tartalékok, de az élő erő is, meg
tizedelődött, de nem csak megtizedelődött, hanem a Pest is, ahogy az előző dián lehetett látni, közel 400 ezer ember életét követelte. A Magyarország lakatlan országgá válik. Ne felejtsék el, hogy 1683-tól, Magyarország ez frontország, 1683-tól 1711-ig. Tehát nem elég, hogy 1699 török elleni felszabadító háború, utána 1703-11 folytatódik, majd utána pedig 16-18 a Temesvidék. Tehát Békés megyében például Velman Imre kimutatta a pusztatelkeket. Nincs lakott falu. 1711-ben, vagy 11 után. Úgyhogy nem véletlen, hogy 18. században mi lesz a legfontosabb lépés, az, hogy be kell népesíteni ezt az országot. Hát körülbelül, ahogy a demográfusok úgy számolnak, hogy 1711-ben Magyarország lakossága ugyanannyi, mint Mátyás időszaka Magyarországon. Vagyis az ég a világon semmi növekedés nincs lakosság tekintetében. Jó indulatúan 3,5 millióra lehet tenni Magyarország lakosságát 1711-ben. Mátyás időszakában pedig ilyen 4 millió körül volt. Ott is, hogyha Kubinyi András számítását figyelembe veszi az ember, akkor lehet, hogy 4,5, de ha Kristó számítását, ott 2,8. Tehát ott is nagyon-nagyon erőteljes az ingadozás. 1711. február 21-én hagyja el Rákóczi azért az országot, hogy külföldi katonai segítséggel visszatérjen az országba. Tehát ő nem azért hagyta itt Magyarországot, hogy saját magát mentse meg, nem, hanem katonai segítségért ment, és ezt a katonai segítséget ugye Oroszországtól remélte, hiszen Nagy Péterrel intenzív tárgyalások vannak, és Nagy Péter megígérte, hogy ha a török hadjáratát befejezi, akkor beszélhetünk és tárgyalhatunk erről. Ez 1711 februárjában, ugye hagyja el Rákóczi, háromszor is találkozik személyesen Nagy Péterrel, mindegyik találkozó azért ilyen nagyon kellemes hangulatban telt el, mert tokai bor volt, azt mindig vitt magával, és ez igen-igen kedvezően hatott a Péterre, de a török hadjáratot azért nem hagyta abba, és ebben a török hadjáratban, igaz, a prúti hadjáratban vereséget szenvedett, úgyhogy Magyarország katonai támogatása Nagy Pétertől egyszer és mindenkorra lezárult. Nem, 1711. február 21-én, igaz, Lengyelországban van még néhány évig, majd utána Franciaországban, és 1717-től pedig ugye Törökországban fogja a hátralévő életét tölteni. Amiről feltétlenül beszélnünk kell még itt egy zárásként, hogy a hátrahagyott Károlyi Sándor megkötötte a szatmári békességet, és ennek a természetesen az értékelése, ez mindig ugye nagyon-nagyon komoly indulatokat kelt, mind a mai napig, hogy hogyan is kell ezt értékelni, mennyiben bukott el a szabadságharc, vagy nem bukott el a szabadságharc. Nem bukott el a szabadságharc. Egy kompromisszum született. Vagyis egy olyan kompromisszum, amely mindkét fél számára előnyöket, meg hátrányokat tartalmazott. Tehát szó nincs arról, hogy itt egy megtorlás lett volna. Szó nincs arról, hogy itt lenyakaszták volna az embereket, aradi vértanúkra gondoljanak. Szó nincs arról, hogy egy ilyen 1849-re emlékeztető eltiprás és megtorlás lett volna. Nem, szó nincs erről, hanem itt megállapodás született. Az más kérdés, hogy Rákóczi ezért Károlyi Sándort örökre megátkozta. Nem csak őt magát, hanem ivadékait is megátkozta, hogy távollétében és a konfederációs esküje ellen cselekedett, és annak ellenére kötötte meg Bálfi Jánossal a megállapodást. Hát én azt hiszem, hogy legyünk reálisak, és mondjuk Lengyelországból, akár Jaroszlóból, vagy éppenséggel, ugye Przemyszből lehetett ilyen leveleket írni, de Majtény mellett, vagyis Szatmár mellett, ahol 10-12 ezer ember élete forgott kockán, mert Pálfi ugye 24, tehát a többszörösen meghosszabbított fegyverszünetnek az utolsó, az 48 órás ugye fegyverszünet volt, 48 órás aláírja, vagy nem írja alá ezt a általuk egyeztetett és kidolgozott megállapodást, mert utána pedig hát akkor katonai erőt fog bevetni, és a 10-12 ezer ember feláldozásáról van szó. Károlyi
összehívta a konfederáció mellette lévő vezetőit, mellette lévő. Az más kérdés, hogy ez a konfederációba tömörült egység, ez egy nagyon-nagyon minimális csoport volt. Többen voltak Rákóczi mellett kint, már menekültek a konfederáció tagjai közül, mint akik bennmaradtak. Tudni, hogy Rákóczi nagyvonalon 1710 után a tábornokait, főtisztjeit engedéllyel menjetek el, nem tudom én, Lengyelországba, menjetek át Moldvába, tehát egy Eszterházy Dánielnek minden további nélkül megadta a szabad engedélyt. Bercsiny után menjetek oda, Vai Ádám és a többiek, ezek mind-mind engedéllyel voltak Lengyelországba, úgyhogy február 21-én tulajdonképpen az általa elengedett emberekhez fog majd Lengyelországba csatlakozni. Az itthon maradottaknak pedig meg kell oldani ezt a szörnyű helyzetet, és Károly igenis úgy gondolja, hogy nem tehette azt meg, hogy 10-12 ezer embert feláldoz. Zászlóletétel történik, és nem fegyverletétel történik Szatmár, és ez is igazolja azt a bizonyos kompromisszumos megállapodást, nincs megalázás, nincs erkölcsi megbélyegzés, kompromisszum van, általános amnestia a résztvevőknek és családtagjaiknak. Ez az amnestia kiterjedt az özvegyekre, árvákra, stb. És tulajdonképpen a lecsendesítés és megcsendesítés az érdekes, így hát egy 1683-tól egy frontország teljesen kivérzett, lehetetlen, magatehetetlen és kiszolgáltatottan áll itt a Pálffy előtt. A pacifikáció címszót viseli, tehát pacifikáció szatmáriensis címszót viseli ez az okmány, amelynek itt a faksimile kiadását majd a kiállításon is láthatják, nézzék meg. Igen, aláírták és megpecsételték, és valóban betartja abba foglaltakat a király. Az amnestia kiterjedt Rákóczira is, az amnestia kiterjedt mindenkire, aki élni akart vele, és hazatért bántatlanságot, mondjuk itt Rádai Párra nyugodtan hivatkozhatunk, aki nagyon-nagyon komoly vármegyei funkciókat fog majd betölteni, de nem csak ő, hanem mások is. Ugye, tehát mindenkire kiterjedt, magára Rákóczira, Bercsényére is. Rákóczi ugye hogy fogalmazza ezt meg, hogy az ő erkölcse nem engedi meg, hogy elfogadja. Ő elindított egy olyan akciót, amelynek a befejezése így alakult, rajta kívüli okokán, de soha nem adja föl a hazatérésnek a reményét. És ezért van ez a vándorlása is tulajdonképpen az emigrációban, amikor bebizonyosodott az, hogy a lengyelek már nem tudnak segítséget adni. Amikor Anglia érintésével Franciaországba érkezik, akkor a 14. Lajos halála után, mert látja, hogy a francia társadalom egyáltalán nem kíváncsi, sem az ő bajára, sem a nemzet bajára. A török szultán pedig még egy háborút gondol, eredményes háborút a Habsburgok ellen, akkor elfogadja a török szultánnak a meghívását. Ami roppant érdekes, és ez megint ugye ott van a vallomásokban, hogy miért fogadja el a török, már a napnál világosabb, hogy nincs abban a helyzetben, hogy itt átütő sikert érjen a Duna-medencében, és mégis elfogadja. Tehát az utolsó szalmaszálba is kapaszkodik, hogy igenis igazságot keressen saját magának is, az egész nemzetének. 1733-35-ben a lengyel örökösödési háború időszakát is úgy vizsgálja, még él, ugye, 35-ben hal meg, még azt is néz, odafigyel, hogy a lengyelek győztesen befejezik ezt a háborút, akkor lehetőség van arra, hogy Magyarországon újra szabadságharc kezdődjön és induljon. Tehát haláláig fönntartotta, megtartotta ezt a gondolatot, és aki körülötte még életben volt, azokat is e vonatkozásban ugye befolyásolta és irányította. Hát ezek már a mai emlékek, amelyeket itt zárásként tudok önöknek mutatni. Itt ez a domahídi vasútállomás mellett a Majtényi síkon felállított, hát elég szerény ugye, emlékoszlop. Ez a 1711. április 30-i dátumot viselő. Ez pedig ugye
a vajai kastély parkjában felállított és felavatott zászlóletétel című kompozíció, ennek a nagyobb fotóváltozatát ugyancsak, mint ahogy Kassán is látható, a rodostói háznak a másolata, Kassán járnak, feltétlenül keressék fel. Miután Rákóczi és társai nem fogadják el ugye a fölkínált amnestiát, a következő országgyűlésen törvénycikk születik arról, hogy aki elfogadta, az bántatlanságot, büntetlenséget, stb. De mivel Rákóczi, Bercsényi és némely mások vissza nem jöttek, és szörnyű felségsértés kinemöntő bűnében mostanig makacsul megmaradtak, ezért törvényesen száműzötteknek és az érdemelt törvényes büntetés rájuk szabása véget mindenütt üldözendőnek és elfogadónak, stb. Tehát 1715-49-es törvénycikk második, negyedik paragrafus az, aki véglegesen száműzte ilyen értelemben, és ki is jelölte ugye élete végéig az emigrációt Rákóczinak. Köszönöm szépen a figyelmüket!